Az Eötvös József Művelődési Háza 2018-as évet a színházi előadásoknak szenteli. Erről beszélt Kovács Edina megbízott igazgató a ház idei első nagyszabású rendezvényén, ahol a Baracskai Drámaklub előadásában láthatta az elcsi közönség a Vámpírok című két felvonásos, a plakátok tanúsága szerint humoros, zenés, táncos előadást. A Baracskai Drámaklubban már elég jó kapcsolatunk alakult ki, hiszen szerintem sokkal önöközők voltak a tavalyi évben az Abikert című előadások. És az idei évet itt a Művelési Házban ezzel az előadással, a Vámpírok című előadással nyitjuk meg, ami nagyon jól illeszkedik itt a január közepe végi időszakban, hiszen elkezdődött a farsang. A Baracskai Drámaklub 2013-ban alakult Kupi Gábor művelődés szervező kezdeményezésére. Az együttes székhelye az alakulás óta a Faluház, jelenleg 24 tagot számlálnak. Repertoárjukban gyermekelőadások, drámák és musicalek is szerepelnek. A most bemutatott Vámpírok című előadást a Vámpírok bája című Polanski darab ihlette. Történet tanúsága szerint egy bohókás professzor és ügyefogyott tanítványa az erdélyi havasokban bolyong a vámpírok nyomait kutatva, kis hián odavesznek a hidegben, de szerencsére az ottaniak megmentik őket a fagyhaláltól, és egy fogadóba kerülnek, innentől válik izgalmassá a történet. El kell vegyülnünk, és meg kell találnunk a lányt még mielőtt úgy véli, hogy akárhogy is, ha meg akarta volna harapni, fogadóban már megtehette volna, nem tette. Talán a bájon akarják felszolgálni neki a lányt. De most aludjunk. Van még néhány órán kapták elkérik. A Drámaklub, melyet baracskai fiatalok alkotnak, figyelemre méltó előadást produkált, Kupi Gáborékat, ismerve széles repertoárjukat, még biztosan látjuk majd a Művelődési Ház színpadán a színházi év keretében.